Miskolcon az első utcazene fesztivál zajlik most szeptember 15-én. A fő utcát ellepték az akusztikus zenészek, most éppen a Miskolci Nemzeti Színház lábánál zenélnek. És hát régóta várt eseménye ez Miskolcnak, hiszen egy csodálatos helyszín ez a Miskolci főutca arra, hogy zenekarok lepjék el. Most így a Cinefest idejére, ez is megtörténik, egy kicsit körbejárunk és megnézzük, hogy milyen az, amikor így szombat dél tájékában ellepi a főutcát a zenehang. Tehát ti vagytok a Vahúr csodát lát zenekar. Nem hárman vagytok? De, ez de. Itt a Vahúr kétharmad. És a harmadik ember hová tűnt? Nem van. És így is menni fog a koncert? Így fog menni. Így fog a legjobban menni? Nem, de így fog menni most a koncert. És ti honnan jöttetek egyébként, srácok? Óbudáról érkeztünk, meghívtak bennünket. A nyáron voltunk már Tokajban, illetve Egerben is, itt a zenefesztiválon, és gondolom, hogy ránk találtak, hogy jöjjünk ide is. És mire számíthat tőletek a izgatott miskolci közönség? Azt fogják mondani, hogy ez nem ide való, ez hangos, de azért jól fogják érezni magukat. Valószínűleg a 35. percnél jön majd egy szervező, hogy egy kicsit halkabban. Utcazenélni milyen dolog, milyen érzés zenészként ez? Nagyon változó minőségű a közönség, meg a zene is. Nem, tényleg, de van, hogy egy embernek van, hogy 50-nek kell játszani, mondjuk 50 percen belül. Attól függ, hogy mennyire zavarja a közönséget az, amit csinálunk. Tehát, hogyha nem zavarja annyira, akkor vagy elsétálnak békébe, vagy megállnak. Ha nagyon zavarja őket, akkor meg nem szoktak megállni. De hát ez egy ilyen szakma. De azért megvan annak a feelingje, hogy mondjuk egy Miskolc főutcáján itt zenélgetni a népnek, nem? Vagy csak így flash-elem? Szerintem abszolút megvan. Nekem például tök jó érzés, hogy olyan sikeres volt, vagy olyan figyelemfelkeltő legalábbis az említett tokai és egri esemény, hogy meghívtak minket is. Ez tök jó. És ráadásul úgy, hogy egyébként nincsenek olyan sokan mondjuk a zenészek, mint Egerben, szóval, hogy bekerültünk ebbe a körbe, az nekem mondjuk tök jó érzés például. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, illetve kövess Facebook és Instagram oldalunkat.